Hát ez egyszerűen nagyon nehéz. Most fogom leszimulálni ezt. Főrakta a szuperlágyat, öcsém! Főrakta a szuperlágyat az idiótája! Ho-ho! Ennyi. No power. No power, bazd meg. I need more power, my friend. Confirmed. Bazd meg. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Low erő. Ha hol van? Hát bazd meg, egyszerűen nem igaz. Emélj le, a lábam olyan érzésem van. Hát dumál. Nem érdekel, kivel vagyok versenyben. Magammal vagyok versenyben, meg az autóval. Csáva! A kurva nénikét! Bemegyek elé! Baszd meg! Bementem Alonso elé, biztos vagyok. Alonso out of the race. Baszd meg, Nandi, bocsi. Alonso-t kiütöttük, még büntetéssel kaptunk, basszus, az a durva, pedig simán kaphattunk volna. Az istálója bele, basszus! Hogy lehetek ekkora idióta? Hogy lehetek ekkora idióta? Ennyi. Bazd meg, elkormányzom egyik irányba, vissza a másikba. De ugye ezek az idei autók, ezek néha törhetetlenek. Döbbenet. Most is nekikoccantam a gumifalnak, az semmi. Ha most ez mi volt? Nincs flashback, skacok, ez most egy ilyen futam. Gyakorlunk meg, dumálunk. Kimi, ne! Inkább nyalogass tovább azt a jégkrémet. Légy szíves. Hagyja engem. Most én nagyokkal játszom. Ne szólj vele nagyobb dolgába. Mit csinálok? Annyira úgy akartam kikerülni a gyereket, hogy ne veszítsek időt. Nem áll az, már kék zászló. Hát ez... Életemben nem kék zászlóztak még le Form 1-es játékba. Életemben. Hát ez nem igaz. Szar. Nem, hogy motorerő nincs, hát még leszorító erő sincs. Hát ez egy akkora egy tető autó, hogy ilyen a világon nincsen, komolyan mondom. Nézd meg, és még mindjárt már büntetést is fogok kapni, mert nem engedem el a csókát. Gyerekek! Hú, menj már! Muszájból, nem akartam kockáztatni. Kell a 19. hely nekünk. De jó ég, de pura volt kimondani. Kell a 12. hely, Jézusom. Olyan, mint hogyha tolnák az autót, mint hogyha be se lenne indítva. Csak félig. 6 hengerből csak 3. Ha vagy még annyi sem. Első körben megy mind a 6 henger, másodikban már csak 5. Azt örülhetünk, hogyha végigér. Plusz ami még... Hoppa! Ha menjünk egyenesbe? Ez mi volt? Ezt figyeld. Megint az ajtó. Figyeld. Bevetődött a gyerek. Ki volt ez? Massa vagy Stroll? Stroll. Figyeld. De jó Forbis. Nézd meg! Gyerekek! Ezt nem hiszem el, bazd meg. Ha nem javítják ki a szárnyat, én fölmondok enni a csapatnál. Autóra van téve be a... Mi a fene? Figyeld, bazd meg, nem. Nem tudjuk megjavítani, bazd meg!
Ezt nem hiszem el. Gyerekek! Be van... Mi az, hogy autó akkor? Minek van ilyen funkció, hogy autó? Hát nem fordul az autó, hát éreztem, hogy nem fordul. Hát konkrétan azért jöttem ki, de mit gondol akkor magában? Mi jövök ki ennyivel hamarabb? Mit gondol? Ha meggondolta magát, elég volt neki három köz szenvedés a lányom, biztos nem tetszett neki, taktikát váltunk. Mi ez a logika? A gyerekek nem áll. Ezért szenvedünk itt, bazd meg, a beállítással, a szabad edzéses programmal, az időmérővel. Itt, hogy minden szépen flottó menjen, erre bazd meg nézni. Nézzük már meg. A gyerekek, ez a játék, ez engem most sírva tesz. Bazd meg, azt figyeld. Lehet én voltam valami hibás. Figyeld. Én mindenki lépek a francba. Azt nem hiszem el. Ez mi volt szerintetek, srác, most tényleg? Hova hagyjak neki helyet a Saubernek? De hova? Hova? Most... De most őszintén, hova? Hova kellett volna itt hagynom még helyet? Hova szedjem ki az autót? Most frankon kérdezem. Ennél jobban kikormányozom az autót, a sóderágba fogok menni. Plusz ki fogok csapódni oda bal oldalra. Mivel ilyen éve, hogyha még jobban kisodódok, nem lehet bemenni az utána következő kettőt menjen normálisan. És nézd meg! Ja! Ja! Ja, hogy itt öcsém, mi volt még egy előzés, papám! A Williams! Azt figyeld! Reikkönen nyerte a világbajnokságot.